Több rutinos futballistát pihentetve, fiatal játékosokat bevetve fogadta NB1-es ellenfelét a Spari, ami az első negyed óra végén Germán fejesével megszerezte a vezetést. A hazai szurkolók a meccs végén is kiegyeztek volna az egy gólos sikerrel, a második játékrész azonban még öt találatot tartogatott. A 62. percben Petneházi szabadrugása talált utat a kecskeméti kapuba, de Liszingi gólja bő 10 perccel a meccs vége előtt ismét nyíltá tette a továbbjutás kérdését. Petneházi azonban még kétszer megvillant, így a hosszabbítás percében szerzett Liszingi találat csak a szépségtapaszt jelentette a vendégek számára. Úgy próbáltam összeállítani a csapatot, hogy ma se kapjunk ki, meg Barcikán is nyerjünk. Gyakorlatilag van néhány ember, akit meg kell pihentetni, idősebbekre gondolok, a Szilágyinak fájdogál a térde, a Farkas Attilának, a Montvainak, nekik kell, hogy frissek legyenek. Ma tudtak volna játszani, csak akkor szombaton nem tudom, hogy mi lett volna, tehát a másik lehetőség meg ugye meghirdettük az a koncepciónk, hogy fiatalok, nyomjuk őket, mikor, ha most nem, mutassák meg. Meg kell mondjam, jól jöttem ki belőle, én se bíztam benne, hogy ilyen sima lesz, tudtam, hogy egy szoros meccs lesz, vagy bíztam benne, azért hagytam itt a kisporon azért a Pákóékat, a Montvait, hogy ha muszáj, akkor hozzájuk nyúlunk. Meg hát meg kell mondani őszintén azt is, hogy ez a Kecskemét az alul mondtam a magát, tehát igazából nem egy veretes játékot mutatott ma, de bennünket ez nem érdekel, semmit nem vonla a csapat meg a játékosok értékéből. Tették a dolgukat, azt a csapatot kell megverni, amelyik itt van. Örülök neki, hogy egy pár fiatalt most be tudtunk mutatni, átesett az első mérkőzésen, meg annak is, hogy akik korábban is már bizonyították, hogy jó futballisták azok. Petneházira gondolok és a Balogh Janira, de mondhatnám bárkit, azok most is helytáltok. A mérkőzés legjobbja a két gólt és két gólpasszjegyző Petneházi Márk volt. Úgy gondolom, hogy egyre nagyobb önbizalommal futtatunk ki most már a pályára. Mindenkit meg kell vernünk, és ez kellenek az ilyen győzelmek is, ugye, hogy NB1-es csapatokat legyőzünk például a kupában. A Nyíregyháza Spartakus szombaton a kupától az Újpestet búcsúztató Kazinc Barcik otthonában lép pályára, Brek Jánosnak pedig azzal a kellemes gonddal kell megküzdenie, hogy kit hagyjon ki az utóbbi két meccsen jó teljesítő csapatából.